Szervusztok, kedves barátaim! Ez már az ötödik. Lecke. Pici vöröset, pici fehérrel összekeverünk. És itt csinálunk ezzel a hatos ecsettel, el van kicsit kopva. Csinálunk egy kis kerítést ide. Jó. Nem egyenesen csináljuk a kerítést, hanem így. Düledező. Akármilyen. Úgy. Így szebb lesz. Itt is kicsit kijavítjuk egy pár helyen. Így. Jó, itt is. Így. Itt is, igen. Itt. Így mondjuk, hogy jó lesz. És akkor ide hátra is csináljuk a kerítést. Épp úgy, mint itt elő. Úgy. Közötte is csinálhatok itt egy sötétebb lécekből, így. Így. Jobban látszhatja. Ide. Egy pici sötétet is teszünk. Feketét mondjuk. Ja. Jó. Rendben van. Itt is meghúzok egy kicsit a szélét. Is. Is.
Mondtunk egy ilyen árnyékos. Ezért ide. Jó. Ide is árnyékot teszünk. Jó. Ide is a tolvajt mondjuk egy kicsit megmagosítsuk. Picit magasabbra tesszük ki. És húzunk egy kis árnyékot még. Meg ide. Jó. De. Akkor ide fessünk egy pár emberkét. Mondjuk ide az ajtóba is teszünk egyet. Így. Így. Mondjuk, hogy tegyünk ide hátrébb is egyet. Ide. Jó. Akkor még itt a végébe is. Tegyünk egyet ide. Jó. Rendben. A tulaj legyen szélesebb egy kicsit. Még ide is teszünk egy emberkét ide. Ja. Ide a lábukat is teszünk egy kis ja. Sötétebb árnyékot így. Kis árnyékot így aláljuk így. Kevés árnyékot így. Meg ide is. Jó. Még valamit ide csinálunk. Mit szóltok ez? Mi lesz? Ide. Mm-hmm.
ide lesz egy kútacska. Úgy. És egy pici kéket teszünk ide. Vízgyalánt. Ja. Teszünk egy súlyt is ide neki. Egy kicsi kéket még teszünk így ebbe az útba így. Ide is. Meg ide. Kedves barátaim, itt ma megállunk, és innen fogjuk holnap folytatni. Jó munkát kívánok nektek! Sziasztok, és várom a képeiteket!